Köszöntöm nézőinket a 6. Bőkösz Fesztiválról. Kébesen tartózkodunk a 0. napon, és az első koncert Tóth Verától lesz. Szeretettel köszöntelek itt a helyszínen, a fogadó helyszínen. Nemrég érkeztetek, de éppen ki tudtad már magad fújni, úgyhogy tudunk pár szót váltani, ami azért nem pár szó lesz, hanem azért egy kicsit bőségesebben szeretnénk most tudni rólad. Hát mindenki tudja rólad, hogy hol tűntél fel annak idején, ugye a Megasztárban, az első szériában 2003-2004-ben, és hát azóta töretlenül ível a pályád, a karriered. De jó, hogy így látod. Ez hírlik rólad, bárhol olvasok rólad, ez hírlik rólad. Viszont nagyon sok minden más is történik az ember életében, magánéletében, az embereket ez nagyon szokta érdekelni, hogy mi van mögötte. A többi a színpadon van, tudjuk, meg a neten, meg az újságban, de hogy mögötte mi van. Én azért pár dolgot tudok, ugye nagyon családcentrikus az egész családod, sokat nagyon találkoztok, sokat vagytok együtt, jól megvagytok, szeretitek egymást. Aztán hát azt is tudom rólad, hogy te egész kiskorodtól kezdve énekelsz. Tanultál énekelni, vagy csak így magadba kezdted pici korodba a fürdőszobába? Amikor kicsi voltam, akkor már lehetett tudni 2 éves korom körül, hogy ott lesz majd valami. Tehát nem csak abban fog kimúlni, hogy majd, mit tudom én, elmegyek pedagógusnak, vagy akármit. Tehát nem egy csendes szakmát fogok választani magyarul. És ráadásul olyan szakmát fogok választani, valószínűleg, amiben produkálom magam. És ez abban múlt ki, hogy én kb. 12-szer átöltöztem egy karácsonyi estén, és a család volt ugye a közönség, és táncoltam az akkori slágerekre, amik mindig szóltak a tévében, nálunk mindig ment valami zene, és akkor apukám nagyon szerette, nagyon jó zenéket szeretett hallgatni, és akkor már dúdoltam rá egész kiskoromban, és óvodás koromban már észrevették az óvónénik, hogy hát ez nem egy szokványos hang, ami a gyerekből kijön, de ugye mivel anyukám sem volt annyira hozzáértő, így egy picit még melegedett a dolog. És akkor olyan 6-7-8 éves koromtól fogva kezdtek el az énektanárok, ugye egymás után jöttek el ilyen énektanár, olyan énektanár, és ők kezdtek el felkarolni és elküldeni versenyekre, meg énekkarba, és akkor valahogy úgy szépen felépült ez az egész, hogy úgy mindig valaki volt, aki mentor lett, valaki segített abban, hogy egyre feljebb kerüljek a tudás szintjén, és akkor én nagyon hálás vagyok ezeknek a pedagógusoknak egyébként a mai napig, és valahogy tényleg az élet mindig úgy alakította, hogy jött egymás után egy-egy mentor, aki aztán nagyon sokat tud segíteni. Úgyhogy körülbelül ott ilyen két éves koromban kezdődött, de onnan tényleg folyamatosan volt segítségem, és a szülők is nagyon hamar felismerték ezt a tulajdonságomat, aztán utána megjött ugye a húgom, szóval borítottuk egymást ebbe a témába. Ilyen tipikus iskolai énekversenyeken, megmérettetéseken volt részed, ahol kiállhattál színpadra, és megmutathattad most már az otthoni karácsonyi millión kívül, hogy mit tudsz. Igen, azt hiszem az első énekversenyem az 3. koromban volt. Tehát olyan 8 éves lehettem, és népdalversenyre mentem. Aztán utána 7-esen is sokat jártam. Általában iskolai versenyek voltak, vagy regionális versenyek, de hogy valahogy nekem inkább a könnyű zene volt az, ami érdekelt, és ugye hát mint minden gyereket, aki lázad és kezd tinisedni, mindig az adott slágerek, az adott éppen az aktuális dalok érdeklik, és hát én is így voltam ezzel, úgyhogy nagyon sokszor megkaptam sajnos azt a tipikus vidéki letolást az énektanártól, hogy értem én, de ezt senki nem fogja érteni. És senkit nem is fog érdekelni. És miért nem fogja érteni? Mert hogy angolul van, meg sláger, mert itt a Kodály módszert díjazzák, és népdalt énekeljek, meg népzenét, meg műdalt, meg nem tudom, és akkor úgy el lett véve egy kicsit a kedvem tőle. Tehát aztán ugyan, persze utána rájöttem arra, hogy akkor is valahogy önmagamat kell adnom, és már akkor is inkább még ezek közül, a slágerek közül is inkább, amit ezek az ilyen fekete zene, olyan éneklések, amiben van egy kis érdekesség, egy kis virga, egy kis plusz, ezek érdekeltek inkább, meg a blues, a jazz, a funky, a soul zene, és akkor lett egy nagyon kedves barátnőm, aki idősebb volt, mint én, ő 16 éves volt, én meg mondjuk 13, és akkor megmutatta az Aretha Franklint,
és akkor, akkor ön teljesen ott eldőlt, hogy én ez a stílus, ez nekem nagyon. Aztán minden jött magától. Baby, 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 olyan új az egész, olyan új, alig érzem. Vagyok nélküled is, de azt túl szomorú, bíztam bárki lát, vigasztam, fiatal vagy és szabad. Remélj, mémi szárnyad van, megáldod, így leszel önmagad. Ha fáj, csak fáj, ha lefogy ma, és csak gazdagabb leszel. Mozdulj el, meg mozdulj el! Megasztál, az hogyan? Meglátod a hirdetést, és akkor így beindultál? Hogy volt ez nálad akkor? Nálam nem teljesen úgy volt a Megasztár, hogy hirdetés, hanem anyukám látta meg, és ő adta fel a jelentkezési lapot, és ő mondta, hogy hát kislányom, én úgy érzem, nem vagyok hozzáértő, meg szakmabeli, de én úgy érzem, hogy ez a tehetség, ez több, mint egy sima énekelgetés. És mivel addigra már voltam több zenekarnak a tagja, ilyen regionális kis ilyen helyi zenekarok, meg musical stúdió, meg 14 éves koromtól fogva ugye az én gimis ének tanárnéném, ő volt az igazi felfedezőm. Tehát ha ő nincs, akkor nekem nincs zenekari rutinom, nincs színpadi rutinom. Tehát, hogy egy hihetetlen hölgy volt, meg még mai napig is. A Halápiné Kálmán Katalin. Volt az első ilyen, tényleg az, aki ilyen trappolt azért, hogy meg törte az utat, hogy én menjek, kerüljek színpadra, és akkor ugye addigra már az ő musical stúdiójában énekeltem, akkor ugye jártam ezzel párhuzamosan Veszprémbe a Völler Adélhoz, ott is tanultam az énektechnikát, a légzéstechnikát, hogy azért tudjak levegőt venni éneklés közben, mert ez fontos, hogy ne mondjuk egy prozódiában ne kettő betűnként vegyen az ember levegőt, hanem megtanított szépen ez az énektanárnő is arra, hogy kell levegőt venni. És aztán ugye ezek nagyon sok fellépést is hoztak, és akkor meg is lett egy színpadi rutin, anyukám sokat látott, felléptünk ilyen, olyan híresebb zenekarok előtt is, akik nagyon nagyok voltak, és akkor látta, hogy ez azért nem csak ő látja ezt, na. Tehát, és akkor utána feladta a jelentkezési lapomat még postán a Megasztárba. Akkor még nem volt ilyen, hogy e-mailt kellett küldeni, meg Facebook, meg ilyenek, hanem postán, és akkor egyszer csak az én telefonom csörgött, és engem hívtak a castingra. És nem értettem, hogy most biztos azt hittem, félre nyomták a számot. És akkor egyszer csak mentem. Te választasz a dalt, amivel először meghallgattak téged? A Cserháti Zsuzsának ez a Hamu és Gyémánt, ez nagyon-nagyon működött, de általad választott, mert több dal kellett, hiszen elődöntő, ilyen döntő, középdöntő, ilyen sorozatok sorozat, hogy még keresztül mentél. A castingon még én választottam, azt akkor még, amikor ugye voltak azok a vicces bevágások a legeslegelején, hát én is voltam ezen a castingon, amin ezek a vicces emberek voltak, hogy mondjuk rosszul énekeltek, vagy mondjuk hülyeségeket énekeltek, nem tudom, és akkor szóval ez a casting, ezen én tovább jutottam, viszont akkor még én választottam dalt, és akkor amikor bejutottam az elődöntőbe, akkor anyukám választott dalt. Tehát anyukám az elég aktív szerepet játszott így az életemben, ilyen téren, mert ő nagyon szerette ezt a dalt, meg szerintem ennek örültek is a stáb, mert hogy hát ez mennyire jó, húzzuk rá a kislányra, hogy ő egy ilyen cserháti utód, és mert hát ugye dundi, hogy mit tudom, jó nagy hangja van, hát akkor legyen a cserháti utód, és akkor mindenki utána, amikor én ezzel berobbantam ezzel a nótával, akkor tényleg ez egy lavinaként esett le, és jöttek az emberek mindenhonnan, hogy te a cserháti, a hangod olyan, meg nem tudom, meg a habitusod, egyébként valóban hasonlóak vagyunk, tehát így ember, tehát nagy volt jó nagy volt a szája, jó nagy volt a hangja, de, hogy mondjam, személyiségünk tök más. Tehát a Zsuzsának azért, ő nem nagyon tudott elengedni. Tehát ő egy olyan ember volt, aki nehezen engedett el dolgokat, és volt, hogy 20 év múlva is ugyanolyan dühös lett egy valami miatt, ami mondjuk már 20 évvel ezelőtt történt. Tehát, hogy egyszerűen
ebben én ezt én meg külön gyakorlom, hogy ezek, tehát nem szabad leragadni. Ennyi az egész. Emészteni az embernek magát dolgokon túl. Így van, és valószínűleg azért is halt meg ilyen fiatalon. Mert nagyon sokat emésztette magát, de hát az a baj, hogy érthető is, hiszen őt nagyon-nagyon csúnyán tönkretették a fiatalságában. Ugye, amikor az Erdős Péternek hívták azt a nagy zene gurut, vagy zenemágnást, aki eldöntötte, ki lehet a színpadon, és ő egyszer nemet mondott neki, és onnantól kezdve neki le volt írva a sorsa, sajnos. Mindaddig egy tökös csaj volt, ezt utána már nem el kellett bujkálnia, és úgy kellett énekelnie mindenféle ilyen tiltott lokálban, és szóval méltatlan volt szerintem az ő tehetségéhez ez az egész, úgyhogy valahol megértem őt, hogy miért volt ilyen képtelen elengedni dolgokat. Na igen, és akkor az ő dalát választotta, és akkor is már visszatérése utáni állapotban volt ez a nótája, ugye Kassai Róbert meg Valla Attila szerzeménye, akiket személyesen is volt szerencsém megismerni, és mind a ketten írtak is szöveget, nekem is, meg dalt is, úgyhogy meg aztán erre az hozott nagyon sok csodát, és többek között az, hogy ezzel a szerzői gárdával, aki például a Hamu és Diamantot írta, meg tudtam ismerkedni. Ez egy marha jó dolog volt. Hát meg ugye, akik szerezték a nótáit, ők szerezték az én nótáimat is az első lemezemre, úgyhogy, ja. De tudom, meg a sztár után akkor rögtön már lemezkiadás, felkérés, egyébek minden pörgött. Hát ugye az ember álmában szokott történni. Tehát egy kis vidéki kislány, aki szeret énekelni, az szereti ilyeneket elképzelni, hogy egyszer csak lesz lemeze, meg sokan fognak eljönni a koncertjére, és ez így is lett. Ezt hogy érted meg ezt a részét, hogy így felkapott lettél? Jó, mondjuk nem egyik pontra a másikra jött, hiszen már azért voltál színpadon, énekeltél, imádtad ezt a világot, de hát sokan azt mondják, hogy van, aki nem bírja feldolgozni a sikert. Te hogy voltál ezzel? Én nem tudtam, hogy egyáltalán fel tudom-e, vagy nem tudom-e feldolgozni a sikert, tehát hogy nem ismertem magam ennyire, tehát engem nem ért ilyen intenzív stressz, tehát egy pozitív stressz az életemben előtte, tehát egy tök egyszerű vidéki család voltunk, akik ugyanaz történt, nem tudom, a 10 másik lakással Tapolcán, tehát hogy annyira nem volt addig arra példa, hogy nem volt előzmény, nem tudtam megfejteni magamat, hogy így most. És mondtam, hogy hát jöjjön bármi, aztán majd meglátjuk, hogy viselem. És hát kisebb-nagyobb sikerrel azért ugye el lehetett viselni, de mivel egyáltalán nem voltam tisztában azzal, hogy mit bírok, ezért néha túl sokat is viseltem el. Tehát, hogy engedtem be sok stresszt magamba, és valószínűleg egyébként az embernek az ilyen 19-20, aztán a 20-as évei erről szólnak, hogy megtapasztalja saját határait, és akkor én úgy tapasztaltam meg, hogy én szerintem az én teherbíró képességem nagyon extrém egyébként, és aztán utána, amikor már nem volt teher, már utána vége lett a Megasztárnak, azért a kereskedelmi televíziózás az nagyon kemény sztori, és akkor vége lett a Megasztárnak, és utána ilyen pár hónapra rákezdtem egy ilyen kicsit így szorongani. Tehát olyan fura volt az egész, ilyen gondolom ilyen, az is posztrauma, vagy posztraumás stressz tud okozni, ami jó stressz. Tehát, hogy az, hogy az ember megnyer egy Megasztárt, úgyhogy előtte tényleg a szó legnemesebb értelmében senki volt. És aztán ott áll egy színpadon, egy egész ország őt nézi, és mindenki megismeri az utcán, és mindez 3 hónapon belül történik, ez óriási dolog. Tehát, hogy ez egy ilyen, vagy fél éven belül, de hogy ez egy akkora stressz az ember lelkének, tehát egy ilyen pozitív stressz, hogy valószínűleg ebből nagyon sok traumatikus, maradandó seb alakulhat ki, de ezek a sebek, ezek a rossztól és a jótól ugyanúgy ki tudnak alakulni, és valószínűleg, hogy nem dolgoztam fel azt az élményt, hogy megnyertem a Megasztárt, így pár hónap múlva ilyen mindenféle ilyen szorongási, meg ilyen fura pszichális dolgok voltak, ilyen pszichai tünetek, amiket akkor produkál a szervezet, hogyha felgyülemlik a sok-sok dolog, és akkor
valamilyen módon ki kell magából engednie. És akkor szóval ilyet kínálod? Hát ilyen hülye pánik betegség sztori volt, és akkor úgy. És ennek minden hülyesége. Tehát a szívdobogás, a nyugtalanság, a félelem, az irrális gondolatok, tehát ilyen olyan aggódás, ami megmagyarázhatatlan és indokolatlan, szeretteim féltése, túlféltése, tehát ugye ez egy csomó olyan dolog, ami aztán utána nyilván én rögtön felismertem, hogy baj van, és akkor jártam a szakemberhez, akivel megbeszélhettem, hogy mert szerintem az embernek baromira van, néha szüksége van egy jobb pszichológusra, sőt, szerintem, ha nincs, nem is érzi, hogy van baja, még ilyen pár hónaponta egyszer elmennék egy terápiára. Mert én ezt bánom, hogy egyébként meg nem tettem. De hát honnan is tudtam volna egyébként, hogy igen, reagálok. Az nem mindig igaz, hogy az ember, hogy ha erős, akkor majd ő feldolgozza meg az időt, segít. Nem mindenki minden esetben, így van. Igen, mindenki másképp. És a lélek az egy nagyon szép dolog, vagy egy nagyon jó dolog az emberi lélek. Mert ha az ember ismeri magát, meg figyel magára, akkor tudja, hogy minek mi lesz a következménye, mert ha hajlandó egy önismereti útra lépni, és őszinte lenni magához, akkor minden jelet fog tudni, hogy miért jelez a szervezete. Hogy mit tudom én, ha egy picit a gyomrom körül érzek egy ilyen kis gombócot, akkor, és jön vele egy rossz gondolat, akkor azt már tudom, hogy az azért van, mert. És akkor azonnal megyek mondjuk van egy pszichológus barátnőm, úgyhogy nekem szerencsém van, mert néha csak elég felhívni telefonon, és 2 perc alatt helyre teszi az agyamat, és mindenkinek kívánok egy jobb mentort, vagy egy jobb pszichológust az életében, mert ez nekem is nagyon jót tesz. Két dolog ütötte meg, ugye a két szó, ugye a hang, a légzés. Aha. A másik meg, amikor a dundiságra utaltál, ugye a Cserháti Zsuzsával kapcsolatban. Köztudod, igen, hogy te egy molett hölgy voltál, igen, most már azért lényegesen nem vagy, azért keményen dolgoztál. Van miből aprítani, de igen. Nagyon jó fel tudtad vállalni önmagadat hihetetlenül a színpadon dundén. Ugye most mi az, ami segített? Hát van, aki ugye vagy tablettákat szed, kapszulákat, van, aki elképesztően elkezd sportolni, futni, edzeni, lehet, hogy van személyi edződ, vagy mi az a módszer, amivel te karbantartod magad, és ilyen sikerült lekart. Hát igazából nekem azért sok komplex ez a dolog, mert nekem amikor 31-2 évesen elkezdtem már tényleg komolyan foglalkozni azzal, hogy lefogyjak, akkor azért többféle módszert kipróbáltam testmozgással természetesen, de azért nekem nem volt olyan egyszerű, ez ilyen különböző hülye hasnyálmirigy, meg ilyen mindenféle probléma adódott, és akkor szóval nem volt egyszerű nekem lefogyni, pedig érdekes módon egyébként semmivel nem ettem többet, mint bármelyik másik embertársam, vagy tehát nem voltam ez a zabagép, úgymond. Nem ez volt a központi kérdés az életem, vagy egyek. Tehát nem ez volt. És fene tudja, lehet, hogy ez genetika, vagy az életmód, vagy amikor ugye sokat megy az ember. Hát én is tudom, hogyha hajtottunk, akkor híztam. Hogyha leálltunk, akkor tudtam a testemmel foglalkozni, és akkor nem híztam. Tehát ennyire egyszerű. És akkor több orvosnál is jártam, kipróbáltam mindenféle gyógyszert, meg hogy ezt helyre lehessen rakni, ezt a sok-sok hormonális, meg mindenféle vérben található problémát, és akkor elegem lett a végén, hogy már nem akarok már 30 évesen egyfajtában gyógyszert szedni mindenre, és akkor annyi volt, hogy felkerestem egy orvost, és egy belgyógyászt, és ő ajánlotta a Veszprémi Mohos Elemért, dr. Mohos Elemért, hogy ő végez olyan műtétet, aminek az a neve egy gyomor bypass műtét, ami lényegében az arról szól, hogy picit átalakítják az emésztőrendszert, és segítenek rajta, egy picit a hormonálisan segítenek a szervezetnek abban, hogy jobban reagáljon a fogyásra, és hát nyilván kevesebbet is tud enni a paciens, de ez sajnos nem tart olyan sokáig, mert a gyomrunk az egy csodás szerv, ami tágul, és hiába kicsinyítik le, arra oda kell figyelni, hogy ne táguljon ki.
És én megcsináltattam ezt a műtétet 5 évvel ezelőtt, és életem legjobb döntése volt. Úgyhogy az első, szerintem olyan 25-30 kilót biztos, hogy ezzel sikerült lefogyni, és a további 20 kilómat, amit lefogytam, azt meg már kőkemény sport, meg odafigyelés, meg ilyenek, de sosem kínoztam magam. Utána, hogy helyre került hormonálisan a szervezetembe ez, erre, amit most lát a kedves néző, ez a max, amit ki tudtam ebből hozni, és tudomásul venni, hogy nem vagyok egy vékony húsú nő, aki 40 kilóra fog lefogyni, vagy 45-re, és 189 centi magas lesz hozzá, tehát az embernek meg kell birkózni a saját testképével, és ezt az egészet, hogy tartom magam formában, ezt az egészet egy személyi edző segítségével csinálom, akit hogy a Reginának hívnak, és Budapesten járok egy héten egyszer-kétszer hozzá, illetve kardió fitnesszel, ami ugye a zsírégetésben fontos, mert nekem ezzel a zsír dologgal van probléma, mert én szeretek enni, iszonyú jókat eszem, és én úgy próbálom ezt kompenzálni, hogy sportolok. És tényleg igaz, hogy a párod gastroblogger? Ez lehetséges? Nem blogger, hanem gasztronómus szakember, és van itt nem messze Palkonyán egy ilyen kis lakásétterem és panziója, amiben, hát ahol élünk félig meddig, ugye, ő teljes értékben, én meg ugye Budapest és Palkonya között ingázom, és séfkedik ott, és borászkodik természetesen, hiszen a villányi borvidéken vagyunk Palkonyán, és hát vannak vacsora menüjeink, amit nagyon-nagyon ügyesen tudnak csinálni ott a konyhán, és nagyon jól főz az uram, úgyhogy sajnos nagyon jókat tudok enni belőle, és nagyon jó finom kenyereket is süt, aminek nem nagyon lehet ellenállni. Úgyhogy én ezt úgy döntöttem, hogy mindig sportolni fogok, hogy tudjak jókat enni. Mert az a baj, hogy még sajnos mai napig is annyira hízékony vagyok, hogy én levegőtől is, tehát ha nem kompenzálnám a sporttal, akkor sajnos lenne baj. Tehát így meghíznék újra. Koronavírus járvány sajnálatos módon megkaptad, átestél rajta. Igen. Ugye pihenni kellett, gondolom, akkor lehet, hogy nem tudtál foglalkozni a karbantartásoddal, illetve hogy a légzésre visszautalva és az éneklésre, tehát azért a légzőszerv az nagyon tud sérülni ilyenkor ilyen mellékhatásként, utóhatásként is, és a te hivatásodban ez tragikus lehet, ugye a hang a levegővé. Tehát te hogy vészelted ezt át? Mennyire volt ez súlyos? Mit szenvedtél? Hogyan voltál ezzel? Hát azt mondják, arra nem is tudom, hogy fejezem ki magam, hogy tehát arra, ahogyan én átvészeltem, azt szokták mondani, hogy az enyhe átmen. De hát, ha ez enyhe, akkor nem tudom, milyen lehetett a nem enyhe, mert ez egy nagyon-nagyon fájdalmas betegség volt, és tényleg konkrétan fájt, hiszen fájt a tüdőm, meg fájt a torkom, meg fájt, meg nem éreztem ízeket, szagokat. Nagyon rossz volt egyébként, és folyamatosan félni, hogy ez most mivé fog fajulni, vagy mivé fog átalakulni, mert ugye a Covidnak az a lényege, hogy nem tudja az ember azt, hogy mi lesz holnap. Tehát ez egy alattomos betegség. Szóval nem azért, tehát én ezt értem, hogy miért nőtte magát ki világjárványjal, nem csak azért, mert meghalnak emberek benne egyrészt, másrészt meg annyira alattomos, hogy nem lehet tudni, hogy tényleg a 10 perc múlva hogy fogom magam érezni. Úgyhogy én minden egyes fázisát megéltem, ami az otthoni lábadozásban bárkinél, bárki másnál is volt. Talán egy picit jobban szédültem, tehát ilyen nekem a belső egyensúlyomat tudta egy picit jobban megbolygatni, és ezt a mai napig is érzem. Ilyen belső, ilyen elszédülök, nem tudok megállni egy helyben. Tehát, hogyha valami bajom lenne, tehát mintha ittam volna két pohár bort is egyfolytában, és már magyarázkodnom kell miatta, mert meg az, hogy jaj, magas sarkú van rajtam, azért van, meg nem tudom, tehát azért úgy megviselt. És a hangomat azt egy-két hónapig úgy nem tudtam úgy használni, hogy szeretem használni. Ha a levegővétel azzal oké, az nem, azt a tüdőmet nem támadta meg úgy, csak a felső légutaimat, viszont azt azért éreztem. Tehát
ilyen, tehát gyakorlatilag úgy köhögtem, hogy még így nem hallottam magamat köhögni. Tehát azt hittem, hogy ki fogom köpni a tüdőmet. Tehát ez ennyire. De olyan szerintem körülbelül 3 hétig tarthatott, és akkor azt mondjam, 1 hónap múlva voltam igazán jól, és még 2 hónapig nem bírtam normálisan énekelni, mert csúszkált a hangom, és azt hittem úgy fog maradni. Ez mennyi ideje volt neked most jó augusztusban? Hát talán most kezd el visszaállni a hangom. Tehát tavasszal? Áprilisban volt, igen. Uh-huh. Tehát most kezd el visszaállni a hangom a normális helyére, és kezdek tudni énekelni normálisan. Úgyhogy azért izgultam, hogy hát, hogy nehogy az legyen a szövődménye, hogy akkor állandóan így kell tartanom a fenekemet, a farizmomat, hogy tudjak egy normális hangot kiadni, hogy nehogy elcsúszson. Tehát, hogy... Ja, úgyhogy hát bevallom, hogy elviseltem volna nélküle az életemet, de valahol meg nem bántam, hogy elkaptam, mert legalább tudom, hogy milyen, és akkor mondjuk esetleg át tudom adni a tapasztalataim annak, aki nem hisz benne, és én nagyon, nagyon oltáspárti vagyok, és buzdítom arra az embertársaimat, hogy azért oltassuk be magunkat, és amennyiben tényleg nem félünk tőle annyira, talán nem annyira ördöngős, mint hisszük ez az egész történet, és az egészségünknél nincs fontosabb. Tehát ott, ha az nincs meg, akkor tök mindegy, mi van. Tehát ha nem tudunk időt eltölteni azzal, amit szeretünk csinálni, mert nincs egészségünk, vagy mert nincs egészségünk, ekkor nem fogunk tudni semmit csinálni az életünkben. Szóval ott aztán az ember tényleg megérti az egészségnek a fogalmát és a lényegét, és lehet, hogy a világ nem is véletlenül kapta meg ezt a vírust. Az elején azzal kezdtük, hogy milyen összetartó jó kis család vagytok. Nem hagyhatom ki a húgodat, a Gabit, gondolom nagyon imádjátok egymást, de ugyanazon a területen dolgoztok. Most úgy őszintén mondd meg, hogy soha nem volt egy icipici kis konkurencia, finoman mondom, de finoman fogak köztetek, valami kis rivalizálás? Hát Gabival mindig volt egy egészséges rivalizálás, de az csak a színpadon. Tehát szerintem ő nem. Meg tök más dologban sikeres ő, mint én. Én teljesen más emberekkel dolgoztam az életem során. Hogyha volt is átfedés, akkor ezt megbeszéltük, hogy akkor én most küldöm hozzád a zenészemet, meg elveszem a tiédet, nem tudom. Szóval ilyen volt. De szerintem nekünk csak jót tesz a színpadi lét, és annyira, meg testvérek vagyunk, tehát, hogy nem ez az elsődleges az életünkben, hogy azzal foglalkozunk, hogy ki mit csinál, vagy ki mivel foglalkozik, hogy mind a ketten énekesnők vagyunk, hanem amikor bemegyek hozzá látogatóba, vagy elmegyek hozzá látogatóba, akkor olyanok vagyunk, mint gyerekkorunkban. Tehát ugyanaz a habitus. Meg az a szójáték, meg az egész párbeszéd, ami köztünk zajlik, az tényleg. És egyébként testvérpároknál sokszor tapasztalom ezt, hogy meg híres testvérpároknál is, hogy ott nincs az, hogy most ki a híres, meg ki a nem, hanem hát az annyira erős kötelék, a testvér kötelék, hogy egyszerűen az tök mindegy, hogy az ember lehet az a Amerikai Egyesült Államok elnöke, akkor is csak a hülye kisöcsém, vagy a hülye, nem tudom. Szóval ennyi, úgyhogy... Vera, most mivel fogsz fellépni, milyen a repertoárod? Van egy stílusa, vagy pedig innen-onnan válogatva szemezgetsz? Hát ugye, ahogy mondod, az utóbbi, hogy innen-onnan válogatok, és különböző élet, hogy mondjam, fázisaimból is, meg kedvenc előadóktól is, mint például a Balázs Fecó, akiről most már sajnos csak megemlékezünk a műsorban, mert ugye eddig is benne volt a dal, amit fogok majd most énekelni, de olyan jó volt úgy beszélni róla akkor még, hogy a barátom is nagyon sokat beszélgetünk, hogy milyen ez a szakma, meg a szakmai segítséget is kapok tőle, most már ez a múlté, és most már így kell felkonferálnom ezt a dalt sajnos. Segíts nekem, vigyél haza magad a kezed, szeress nagyon, fáradt vagyok és olyan nehéz a szíved. Igazdaj meg, ha nem is hiszed, hogy szebb lesz a holnap, mondd, hogy lehet. Úgyhogy van egy-kettő vidámabb is, van LGT is benne például, azt nagyon szeretjük. Azt a Somló Tomi miatt tettük be, mert nekem nagyon, nagyon szintén nagyon jó barátom volt kiskoromtól fogva.
Hát, hogy amióta meg a Sztárba bekerültem, és természetesen saját szerzemények, meg a saját dalok is, ami a lemezen jelent meg. Úgyhogy egész vegyes. Köszönöm, Vera, hogy köszönöm a vendégünk szépen voltál. Kedves nézőnk, az ismerősben Tóth Verát látták, hallották. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!